Egy fantasztikus énekesnővel folytatjuk, Nótár Méri jön hozzánk, csak most, csak önöknek fog itt utoljára beszélni arról a történésről, kálváriáról, ami vele történt az elmúlt években. Gyere, drága Méri! Várunk, Méri! Szia! Te jól nézel ki, anyám, ma mi van? Hoppá! Hát te jól nézel ki! Hát mindig jól néz ki! De mindig jól nézel ki. Hogy van, nagyon. Hát igyekszem. Ki vagy virulva. Igen? Igen. Jó, ezt hallom. De jól van? Akkor nagyon jól van. Hát azért is, hogy ilyen fantasztikus nézel ki, mert amiről beszélgetünk, azért ez egy elég idegileg és mindenféle szempontból elég megviselő történet. Téged megviselő történet, és ez több évig tartó kálváriáról van szó, amire most a végére talán pont kerül, ugye? Pont került, vagy pont én került. Gondolom. Egy olyan ítélettel, ami... Igen. De hogy kezdődött ez az egész? Hú, hát... Ugye a kiadódról van szó, a volt kiadó. A volt kiadómról van szó, így igaz. De a történtek az az, hogy mindenféle pénzügyi nézeteltérésünk adódott. Tehát ugye nekem volt egy szerződésem, én nagyon szeretem betartani ezeket a pontokat, én szeretem, hogyha flottul működik minden. És tehát ugye van a YouTube, stb. Stb. Ezek a felületek, ahol hát eléggé sikeresek a dalaim, azt lehet mondani. Számszerűsítve is lettek ezek az összegek, több mint 70 millió forintról beszélgetünk. Ugye a YouTube nézettségeim után az ott lévő dalok is. És igazándiból, tehát én is investáltam, stb. Hát, vártam volna, hogy hozzám is elér az az összeg, amiben ugye megállapodtunk, és hát aminek ide kellett volna érnie. Ez volt az egyik sérelmem, a másik az az volt, hogy a fellépéseim során nagyon feltűnt az már így az utóbbi hónapokban, ugye 2016-ról beszélgetünk, hogy úgy intézték az anyagiakat, de feltűnő módon, hát tudod te is jól lesz, hogy működik, van egy előleg, amivel lefoglalják, ugye szerződés, stb. Sem szerződést egyáltalán nem láttam már, hogy mennyi az az összeg, amiért lekötik ugye fellépéseimet, illetve hát úgy intézték a további anyagi átvételt, hogy én abszolút ne legyek ott, meg így kerülve engem is, hogy félrehívták a megrendelőt, stb. Jó, de ezt nem tudtad velük megbeszélni? Jeleztem az egyik kollégámnak, igen, hogy nagyon furcsálok egy-két dolgot. És képzeld el, hogy egyszer véletlenül nekem fizették ki a fennmaradó összeget a megrendelő, na és onnantól kezdve... Csodálkoztál egyet? Igen, mert hát itt több mint 100 000 forintról volt szó. Na most ez egy koncert, és nem tudom, hogy ez hány koncert. Nézd, nem titok, egy évben van 250 koncertem is akár, és onnantól kezdve már odafigyeltem, és ez több esetben előfordult. Tulajdonképpen akkor ő nem csak a kiadód volt, hanem a menedzsmented is, aki menedzsment is, a menedzsment is, aki neked a fellépéseket szervezte, a dolgaimat. Tulajdonképpen teljes rálátással volt az életednek erre a részére. Igen, hát ugye ez az ő feladata, igen, is lett volna, igen, pont és ebben volt. Hát ez egy elég kemény dolog, amikor az ember egy ilyen, igen, helyzetben csalódik, és tulajdonképpen, igen, odaad egy életet, egy karriert így a másiknak, és ezt mondja, akkor vigyázz rám, én itt, ez egy bizalmi dolog, ezt azért ugye csak mondom a nézőknek, hogy ez egy nagyon, nagyon vékony jég, nagyon, hogy az ember azt mondja, hogy igen, te képviselsz engem minden helyzetben, te vagy az én szemem, szám, én kimegyek a színpadra, én énekelek, mert ezt tudom, nyilván ha tudnád, akkor te csinálnád magad is. Ugye én azt is tudom, hogy itt már voltak testi, hát nem bántalmazások, de olyan helyzetek, amik majdnem kimerítik ennek a fogalmát, tehát hogy már, igen, tetlegességig fajult, így van, igen, ez az egész, az volt az íre a pont. Uh-huh. Tehát én ekkor egyébként, amikor ez kibukott, ez a dolog, és többszörösen meggyőződtem az felől, hogy akkor most nekem mennyi a fellépti díjam, tehát ez nem egy alkalom volt, csak akkor ott rájöttem, megbizonyosodtam. És képzeljétek el, hogy akkor én egy ügyvédet fogadtam, még akkor Miskolcon éltem, megfogadtam egy ügyvédet, és akkor nem kommunikáltam velük, mert az utolsó telefon beszélgetésünk nagyon-nagyon elfajult, eldurvult, és ügyvédet fogadtam, aki levelezett velük, új szerződést szerettem volna kötni, és kizárólag az szerint eljárni. Ugyanis itt a YouTube bevétel is rá lett fogva, el lett mismásolva, hogy hát ez a pont nem is az, és nekem nem jár semmi. Uh-huh. Hát akkor miért dolgoztam, illetve hát nem persze, ez. Persze. Tehát a szerződésbeli pontot én nem így értelmeztem, és ők sem így tálalták. Na, lényeg, hogy hosszú levelezgetések után, tehát erről minden bizonyíték van, hosszú levelezgetések után elfogadták ezt a
amit én ajánlottam az ügyvédemmel, és akkor mondták, megbeszéltünk egy időpontot, egy hétvég, egy pénteki napról volt szó, 2016. szeptember 9-e, hogy én megyek arra, Tasra mentem, azt hiszem, az volt az első bulim aznap, és akkor ugorjak be a szerződés módosított átvételmér, illetve még pénzt is kellett fölvennem, az heti fennmaradt gázsimat. És én bementem, zenekarral indultam, még késve is tudtam indulni, nem a megbeszélt időpontra, 4 óra vagy 4:30-ra beszéltük meg, 4 órára talán a találkozót, viszont anyukám rosszul lett, nem tudtam elindulni, azért ilyen 7 óra magasságába értem oda hozzájuk, és mire beértem, ketten fogadtak, ugye, és azonnal nekem estek, hogy hát én egyrészt miért késtem, biztos kitaláltam, stb. Mi az, hogy én így felmertem emelni a hangon, mi az, hogy én ügyvédet fogadok, stb. Neked bezártak a dolgozószobában, nem? Igen, ezen szóval én ki szerettem volna jönni, és a bejárati ajtótól már a középső fiúk leszaladt, és hát így rántott egyet rajtam, amiről látlelet is lett véve, mert hát rajtam maradtak a nyomai, és az anyukájával ketten ráncigáltak vissza a dolgozószobáig. Ez nagyon kemény. Ugye ezután kezdődött ez a bizonyos per sorozat, aminek ugye a végén most akkor most hol tartunk? Tehát mire van lehetőség? Mert ugye letiltották a klipjeidet. Igen, 4 éven keresztül. Igazából megszüntették az életművednek egy részét. Igen, hát ugye a szerződésben volt opciós jog, stb., amit most a másodfokon is kimondtak, hogy az sem jó volt, mert hát vételi jog meg nem volt megállapítva, mire föl az opció, mikor nincs egy vételi összeg. És hát ugye elindult egy büntető eljárás is, ugye pont ez miatt, hogy a szabadságomban korlátoztak, stb. Azt is tavaly ugye nyáron megnyertem másodfokon, jogerősítélet van róla, illetve ugye hát jogszerűen bontottam fel azonnali hatállyal a szerződésemet, és ezt teljes mértékben ugye kimondta most másodfok, úgyhogy jogerősítélet felett. És most te kérhetsz tőlük pénzt. Igen, most 7 millió pár százezer a perköltség, azt most ők kötelesek ugye megfizetni, illetve hát most ugye a szakember, erre megfelelő szakemberek készítik az én anyagomat, hogy akkor mennyi az elmaradt hasznom. 4 év alatt egyetlen egy zeném sem tudott napvilágot látni. Hát és, na jó, de most jó, most igen, most ez... Azért mondom, hogy ez sok, ez nagyon komplex amúgy. Igen, 20 éve vagy a pályán, elképesztő. Yes. Milyen projekttel készülsz, gyorsan mondd el. Nagy projekttel, áprilistól országjáró nagyzenekaros turném lesz, hamarosan fogjuk is közölni az első helyszínünket, úgyhogy ez egy nagyon nagy mérföldkő számomra, ugyanis eddig csak mint, tehát hakdisztam. És ezt nem is szeretném egyébként föladni, mert persze, nekem az életem a zene. Tehát én amikor oda megyek egy esküvőre, egy exkluzív partira, és én élőben zenélek a zenekarommal, én az vagyok én. De most akkor ez egy ilyen koncert. Ez nagy koncert. Nagy koncertek lesznek. Nagy fesztiválok, igen. Nagy városok lesznek érintve. Illetve nyár elején egy új szólóalbummal kedveskedek majd a nagy érdeműnek, hiszen több évig az sem volt. Igazából, úgyhogy jönnek a klippeim. Új menedzsment vagy magad intézted a dolgaid? Saját magam. Egy jó ügyvéd, aki számolja a Zsozsót, és te csak énekelj. Hát azt gondolom, megértem már arra így, hogy önmagam tudjam ezt képviselni. Természetesen vannak olyan emberek mellettem, akik segítségemre vannak, úgyhogy így viszem. Drága Méri, kívánjuk a minden alakulni, hogy akarod. Igen, és remekül nézel. És ígérd meg, hogy bejössz hozzánk énekelni. Igen, gyere hozzánk. Lehet, hát énekelni. Hívjatok meg, azt a jövőt. Hát persze, hogy meg. Köszönöm szépen. Köszönöm a koncert környékén, jó? Igen, és akkor beszélgetünk arról is. Köszönöm. Na, mindjárt itt van.